Természetvédelmi oktatóközpont jöhet létre a Fácános területén. A normafa rehabilitációjának részeként ez a műemlék is megújulna és új funkciót kapna. Több lehet idén a kullancs, egyre több vérszívó fertőzött. A legtöbb magyar D-vitamin hiányos, ez akár súlyos betegségek kialakulásához is vezethet. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Természetvédelmi oktatóközponttá alakulhat a zugligeti Fácános. A terület egykor kedvelt kirándulóhely volt, majd szanatórium és BM kiképzőközpont is működött ott. A vendéglő ma romosan áll, a normafa rehabilitációjának részeként azonban ezt is felújítanák és oktatási célokra használnák. A gyerekek itt tematikus képzéseken ismerhetik meg az ország természeti értékeit. Mai romos állapotában is jól látszik a zugligeti Fácán vendéglő épületének impozáns formája. Zugliget már a 19. században is az egyik legkedveltebb kirándulóhely volt. Ezt a lehetőséget látta meg a helyszínben Régler Ignác, aki Hild József tervei alapján 1856-ban megépítette a ma is látható kétszintes épületet. A Fácán fogadó rövid idő alatt a magyar művészek, köztük Vörös Marti Mihály, Bajza József és Barabás Miklós törzshelyévé vált. Első szintjén voltak a lakószobák, az aljában pedig egy hatalmas nagy étterem, illetve bálterem várta az ide látogatókat. És a hangulatra még nagyon jól jellemző az is, hogy itt a Fácának a kertjében séta és különböző kiránduló utak keresztezték egymást, és minden keresztődésben tényleg élőtérzenével várták a erre kirándulókat, tehát egy hatalmas nagy ilyen üdülő komplexumnak nevezhetett 19. századi intézmény volt. Az épület az első világháborúig működött fogadóként, majd szanatóriummá alakították át. A 30-as években a Horthy család nyaralóhelyévé vált a Fácános. Ekkor épült ez a villa is, amely csupán néhány méterre található az egykori fogadótól. Az 50-es években államosították a területet, a belügyminisztérium oktatóközpontot hozott itt létre. Egyes teljesen pletykák szerint még a Kádár rendszer belügyi vezetői itt szállásolták el a nemzetközi terroristát, Carlost is. A rendszerváltás után az intézmény megszűnt, az épület pedig azóta is üresen áll. A pezsgő élethelyét szép lassan az enyészet vette át. Nem sokára azonban új fejezet kezdődhet a Fácános életében. A normafa rehabilitációjának részeként ugyanis az itt látható épületeket is felújíttatná az önkormányzat. A jövőben természetvédelmi oktatási központ működhetne a területen. Többször felvetődött a normafa program kapcsán, hogy a normafa természeti értékeit mutassuk be a gyerekeknek, hozzunk létre olyan tanösvényeket, természetvédelmi oktatóközpontot, ami a gyerekeinknek, az unokáinknak nem a tankönyvben, nem a számítógépen, hanem a valóságban mutatja meg, hogy mi is a budai hegység sajátossága, mik azok a védett, különleges természeti értékek, amiért becsülendő vagy védendő ez a terület. És egy természetvédelmi oktatóközpont terve körvonalazódott. A tervek szerint a gyerekek akár többnapos, tematikus képzéseken is részt vehetnének. Arra is lehetőség lenne, hogy külső helyszíneken, például a tanösvényeken tartsák meg az órákat. A természetvédelmi oktatási központ létrehozásának érdekében a hegyvidéki önkormányzat nem csak környezetvédő szervezetekkel, de a köznevelési államtitkársággal is együttműködik. A célunk az, hogy ennek a működtetéséről, finanszírozásáról állapodjunk meg a köznevelési államtitkár asszonnyal, és természetesen szeretnénk őket bevonni a tartalom összeállításába. Az Oktatásfejlesztési Intézettel vettük fel a kapcsolatot. A normafa rehabilitációjáról május 17-én tartanak helyi népszavazást. Ma van a hang világnapja, az 1999-ben indult nemzetközi kezdeményezés célja felhívni a figyelmet az emberi hangra, és arra, hogy az egymás közötti kommunikáció milyen fontos szerepet tölt be a mindennapi életben. A világnap lehetőséget ad az emberi hanggal foglalkozó komplex tudományágak bemutatására, jobb megismerésére. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 12. kerületi tagintézményének logopédiai csoportja ebből az alkalomból rendkívüli beszédtechnika órát tartott a kerület pedagógusainak.
millió csatornán keresztül kommunikálunk egymással, csetelünk, e-maileket írunk, SMS-eket küldünk, de nincsen annyira színes és annyira kifejező az érzelmeket és az egymás iránti viszonyokat megjelenítő kifejezésforma, mint az élőbeszéd, a szóbeli kommunikáció. Ezen a napon körbejárjuk azokat a technikákat, amelyek a mindennapi beszédünkben megkönnyítik ezt a színes kommunikációt, kezdve a hangadás, a légzés technika és az érzelmeknek a kifejezésén keresztül a hangsúlyos beszédig. Már 27 ezer pályázó támogatásáról döntöttek az elavult háztartási gépek, kazánok és nyílászárók cseréjére tavaly szeptemberben meghirdetett Otthon Melege programban, közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A beérkezett pályázatok közel 90%-a részesült már támogatásban. A legtöbb pályázat a háztartási nagygépek cseréjére érkezett, összesen 26 ezer. Több lehet idén a kullancs, az utóbbi évek enyhe időjárása ugyanis kedvezett a vérszívók elszaporodásának. Ez a szakemberek szerint azért jelenthet problémát, mert minden ezredik kullancs hordozza az agyhártya gyulladást okozó vírust, és a vérszívók 95%-a Lyme-kórral fertőzött. Idén egyébként egy új kullancsfajta, a tigris kullancs is megjelent, de azt még nem tudni, hogy a Lyme-kóron kívül milyen más vírust hordoz. A jó idő egyre több embert csalogat ki a szabadba, egy-egy kirándulásnak azonban kellemetlen következményei is lehetnek. Tavasszal ugyanis beindul a kullancs szezon. A szakértők szerint ráadásul egyre több a vérszívó. Az elmúlt 25 évben nem volt tél, ebből kifolyólag évről évre egyre jobban érzik magukat, és egyre nagyobb egyedszámban találhatók a természetbe. De ez még a kisebbik probléma, a probléma nagysága abban van, hogy most már majd minden második kullancs fertőző, és a fertőző kullancsok 95%-a a Lyme-kór valamelyik baktériumával fertőzi a csípett áldozatát. Idén egyébként egy új kullancsfajta, a tigris kullancs is megjelent. A barnás-vörös vérszívó testét fekete csíkok borítják, innen kapta nevét is. Azt még nem tudni, hogy a tigris kullancs a Lyme-kóron kívül milyen más vírust hordoz. Az első példányt a csipet páciens érdekében azonnal föl kellett a kullancs teszttel dolgozni, hogy Lyme-kór baktériumot hordozott-e. Ilyen kokárdaszerű bőrpír jelezheti, ha egy kullancs fertőzött volt. Változatos jelenségek fordulhatnak elő, bőrjelenségek, ízületi panaszok, láz, és akár zsibbadás, vagy egyéb idegi tünetek. Fontos a tünetek felismerése, mert a kullancsok által terjesztett betegségek szívizomgyulladást vagy bénulást is okozhatnak. Zárt ruházat is fontos, tehát az a lényeg, hogy ne menjen bele a kullancs, akár alulról, akár fölülről támad. Zárt ruházat, riasztószerek és gyakori ellenőrzés, a szakemberek szerint így lehet leghatékonyabban védekezni a kullancsok ellen. Ha azonban valakiben mégis belefúródott a vérszívó, fontos, hogy rövid időn belül szakszerűen távolítsa el. Egy érző lényről van szó, gyakorlatilag arról van szó, hogyha gyötörjük, megnyomjuk, bezsírozzuk, oxigént vonunk el tőle, akkor mindenképpen stressz állapotba kerül, és meglöveli a méreganyagot az ember szervezetébe a bőrön keresztül. Tehát a legfontosabb a kullancs szakszerű eltávolítása. Itt nem azt jelenti, hogy orvoshoz kell ezzel fordulni, és az sem biztos, hogy az orvos okosabban, ügyesebben csinálja, mint mondjuk akár a szomszéd néni. De vannak már nagyon jó eszközök, rendkívül kis helyen elférnek, nem is drágák, kullancs eltávolító kanál, ez egy jó kitalált eszköz. Egy teszt segítségével egyébként akár otthon is megállapítható, hogy a kullancs fertőzött volt-e. Mintegy 16 millió forint bírságot szabott ki 148 esetben. A több mint 3800 vizsgálat során a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Húsvéti Országos Ellenőrzés sorozatban közölte a hivatal. Kiemelték, hogy idén az összes ellenőrzés mindössze 2,8%-ánál tapasztaltak higiéniai hiányosságot. A megvizsgált tételek 1,8%-át kellett kivonni a forgalomból a jelölési szabályok megsértése, illetve a fogyasztás hatósági idő lejárta miatt. A szakemberek a húsvétot megelőzően majd egy hónapon át vizsgálták az ünnephez kapcsolódó termékeket, például az édességeket és a húskészítményeket.
Tél végére a magyarok nagy része D-vitamin hiányban szenved, éppen ezért a szakértők szerint ajánlott már tavasszal kiélvezni a napsütéses órákat, ugyanis a szervezetünk rövid idő alatt képes előállítani a számára megfelelő D-vitamin mennyiséget. Ennek hiányában több súlyos betegség, köztük a daganatos elváltozások is nagyobb eséllyel alakulnak ki. Fáradtság, leveltség, rossz kedv. Ezek mind a D-vitamin hiányának kezdeti jelei lehetnek. Egy magyar vizsgálat alapján a hazai lakosság több mint 90%-ának van bizonyos fokú D-vitamin hiánya. A súlyos D-vitamin hiányosok aránya pedig meghaladja a 20%-ot. Hívta fel a figyelmet Szabó András orvosprofesszor. A D-vitamin a sejtműködés egyik alapvető reguláló hormonja. Ennek a hiányában számos olyan krónikus betegség kialakulása fordulhat elő, amint cukorbetegség, magas vérnyomás, aszma, allergia, tumorok, és még sorolhatnám ezt a listát, amelyikről egyértelműen igazolódott, hogy a kialakulásának a kockázata D-vitamin hiányban megnő. A professzor hangsúlyozta, a D-vitamin hiány civilizációs betegség, aminek legfőbb oka, hogy a pótlását nem lehet megoldani önmagában a megfelelő étkezéssel. Emellett az emberek keveset tartózkodnak a szabad levegőn, napfényben, és túl sok feldolgozott élelmiszert fogyasztanak. Azt gondoltuk korábban, hogy csak a napsütés hiánya vezet ide, de hát az a helyzet, hogy már a nyári időszakban is nagyon sokan súlyos D-vitamin hiányban szenvednek, és az elmúlt évek vizsgálatai hívták fel a figyelmet arra, hogy sajnos a táplálkozási szokásunk felelős azért, hogy nagyon sok embernek ilyen súlyos a D-vitamin hiánya. A táplálékkal bevitt nagy mennyiségű foszfor, foszfát anyagok, amelyek ilyen adalékanyagokként szerepelnek az élelmiszereinkben, ez vezet oda, hogy a D-vitamin szint ilyen alacsony lesz. Ezek az adalékanyagok többnyire a tartósított élelmiszerekben találhatók meg. Dr. Szabó András felhívja a figyelmet, a lényeg a mérték, vagyis nem tilos ilyesmit fogyasztani, de törekedni kell rá, hogy minél kevesebb foszfát jusson a szervezetbe. A megfelelő D-vitamin szükséglet eléréséhez több dologra is ajánlott odafigyelni. Három stratégiát lehet követni. Az egyik az az, hogy ilyenkor április közepétől már érdemes elkezdeni napozni, tehát ez a napozás ezt tud D-vitamin termelni méghozzá nagyon nagy mennyiségben. A másik, hogy kerüljük azokat a foszfát tartalmú adalékanyagokkal készített élelmiszereket, amelyek ilyen gyári élelmiszeripari termékek, amelyek csökkentik a szintünket, és mindezek mellett azt gondolom, hogy egy gyógyszer formájában történő D-vitamin pótlás is szükséges, legalábbis azoknak mindenképpen, akiknek súlyos hiányállapotuk van. Nyáron akár már 10-15 perc napozás is biztosítja a napi D-vitamin szükségletet. Dr. Szabó András elmondta, a modern szoláriumok fénycsövei nem tartalmaznak UVB sugarakat, ezért így módon nem lehet a vitaminhoz jutni. Kerékpáros városnézés, templomkörutak és kiállítások is kísérik. A 100 éves fővárosi házak ünnepét a hétvégi Budapest 100 programsorozathoz kapcsolódva 5 éve indult el a 100 éves fővárosi házakat bemutató Budapest 100 programsorozat. Ebből az alkalomból ezúttal nem csak az építésük, felavatásuk vagy alapkőletételük centenáriumát, idén ünneplő házakat köszöntik, hanem azokat is, amelyek 1911 és 1915 között készültek. A 12. kerületben szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig a Királyhágó tér 1, vasárnap pedig az Alkotás utca 11 alatt várják előadások és épületbejáró séták az érdeklődőket. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!